Sziasztok! Vannak azok a filmek, amiket a történetük miatt választunk, vannak, amiket ajánlanak, és vannak azok, amiket a borító alapján nézünk meg. A mai alanyunk ez utóbbi kategóriába tartozik, elvégre milyen menő már ez a lény itt, nem? Pedig amúgy a történet is adta volna magát, miszerint három nővér a nénikéjükhöz igyekeznek Halloween napján, aki egy szigeten lakik, ám a szigetnek van egy súlyos titka egy átokról, ami épp Halloween napján aktív, és a lányok belecsöppennek egy misztikus rémálomba. Tök jó, nem? Az már egy másik dolog, hogy olyan sekhülye karaktereket sikerült összefirkálni a scriptben, hogy győztem fogni a fejemet. De hát ugye ezért gyűltünk össze, hogy szörnyűködjünk akár a horror, akár a film miensége miatt. Szóval ne is húzzuk tovább az időt, söröket, üdítőket bekészíteni a popcorn mellé, és akkor vágjunk is bele az Átok sziget című filmbe. Átok sziget. És indul a mandula mindenféle felvezetés nélkül. Király! Elcseszett városi látképpel és Deborah Kara Angerrel indítunk. Kara, ennyi étel egy hónapra is elég. A vihar csak néhány napig fog tartani. Nálam lesznek az unokahúgaim. Ami azt illeti, szerintem ez nem túl jó ötlet. A lányoknak most nem igazán van más választásuk, szóval... Jön a vihar is. Holnap Halloween, szóval talán várniuk kellene. Nem mindenki olyan babonás, mint magad, Donald. Oké, tehát nem félünk a Halloween-től, a kutya pedig veszettül ugat valamire, még úton hazafelé is. Na, ez a kutya proaktív. Nem csak a házat védi meg, de a bolygót is. Követnénk az ebet, de... Jó vagy, szívem! Jaj, ne! Na, csak megúszta ez a Kora nevű nő. Valakinek rémálmai vannak, és... És váltunk a tüzes lány trióra. Azt mondtad, jól vezetsz. Megy a hiszti, és nem csak vezetni, de rágyújtani se tudunk, majd... Megegyeztünk, nem? Egészen pontosan miben is? Nem veszekszünk Emma előtt. Elég szörnyűségem ment már át. Bocs, ha nem repesve hagyom hátra azt a keveset, ami az életemből megmaradt. Nem csak neked kellett ott hagynod az életed, Marley. Na, pedig már majdnem összejött a tűz. Maradhattunk volna. Találhattunk volna rá megoldást. Anyáék életbiztosítása nem fedezte el a kórházi számláit. Kora néni az egyetlen megoldás, hogy együtt maradjunk. Oké, tehát ez az Emma, aki a hátsó ülésről riogatja a sofőröket, valamilyen kezelés alatt állt. Gondolom pszichológiai jellegűn, most pedig ehhez a Kora nevű nőhöz mennek lakni. A menetrend szerint lennie kell egy kompnak 3-kor. Azt hiszem, vissza kell mennünk. Én a jumpscare. A menetrend szerint van egy 3 órás komp. Nem szeretnétek azon a szigeten ragadni, a vihar alatt nem, főleg nem ezekben a napokban. A komp terv szerint fog elindulni, és mi rajta leszünk. Azért én megkérdezném, hogy mi a baj a szigettel ezekben a napokban, de nyilván ez én vagyok, nem pedig ez a 3B-n a pics. Csatlakozna a kompjárathoz egy másik autó is, de Emma sikeresen elkolbászolt a hátsó ülésről. Emma! A vihar miatt időben el kell indulnia a kompnak. Ez a szakálvamzer ideig el se akart indulni, szóval ne oktassa ki a lányokat. Mindegy, tovább keressük Emmát, majd... Emma! Mi a franc volt ez a jelenet? Én csak szólni akartam, hogy láttam a lányt, akit kerestek. A komp felé ment. Gondoltam, tudni szeretnéd. Én a helyetekben nem mennék a szigetre, amíg tart a vihar. A legutóbbi viharnál Halloweenkor az emberek fele meghalt. Ja, hát ezt igazán közölhette volna a kompos pasas is. Ha így aggódsz, miért mész oda? Megvan rá az okom. De a lényeg, hogy ezt az infót leszarjuk, és váltunk Emmára. Em, mit művelsz? A frászt hoztad ránk? Kora néni, történt vele valami. Kora néni jól van? Ma reggel beszéltünk vele. De én láttam. Az álmomban. Azért a jó kurva anyádat, Emma. Ezt az infót simán megoszthattad volna a nővéreiddel is. Nem kellett volna ezért ilyen messzire elszöknöd. Idő kell neki. Majd jobb lesz. Látta halálra égni a szüleinket a kocsijukban. Ő maga alig élte túl.
Gondolod, hogy valaha túl lesz rajta? Szóval Emmának látnoki képességei vannak, de mindezek ellenére csak haladunk tovább az átok sziget felé. A Stuckert pedig a nézők kedvéért vette elő ez a faszi, mert kétlem, hogy elfelejtette volna, hogy nála van. Megérkezünk a szigetre, amúgy azt vágjátok, hogy a kompot egyáltalán nem mutatták úgy, hogy hőseink is rajta lennének? Szerintem a stábnak nem volt pénze arra, hogy kompot béreljen, és inkább bevágtak egy royalty free képanyagot. LOL. Tudod, hova megyünk, ugye? Ne kezd el, jó? Na ez szép, az egyik nem tud vezetni, a másik nem tud tájékozódni, a harmadik meg egy holdkóros. Valaki figyel minket. Ó, vigyázz, valaki kinézett az ablakon. Döntsd el, hogy merre is menjünk! Mit mutat a GPS? Semmit. Nincs vétel, Sarah, azt mondtad, hogy tudod, hova mész. Eltévesztettem az utat, oké? Majdnem üres a tank. És ezt onnan a hátsó üléstől kellett, hogy jelezze a csapat legfiatalabb tagja? Hát ennyi szellemi sasmadarat egy fedél alatt, csoda, hogy éhen még nem haltak. Mi ez? Nem tudom, Em. Menj! Kérlek, csak menj tovább! Na szóval hallottunk valamit, így tovább indulunk, de kifogy a benzin. Ne. Gyalogolnunk kell. Kora néni az út végén lakik. Hagyd a cuccot, menjünk! Kell Emma gyógyszere! Emma gyógyszere miért nem Emmánál van? Nagy hirtelen elkezdünk menekülni valami elől, és... Fussunk gyorsabban! Hát ezt az Emmát nem hiszem el. Ez nem tud futni, vagy egyedül felállni? Az Cora néni háza! Ó, oh, hát ez nem néz ki jól. Vidd be Emmát a házba! Tessék! Vidd be Emmát a házba! Mit akarsz csinálni? Ne, Sarah! Ugye nem fogunk nézni mindjárt a film elején. A bátor Sarah közel megy a kocsihoz, hogy megnézze Cora nénit, hogy jól van-e. Tű, elég durvák a Halloweenok ezen a szigeten. Azt a padolt, hal? Már itt van! Már itt van! Vudu varázslat! Kurva vudu varázslat, öreg! Kimegy az áram a házban, Sarah pedig nem tér vissza. Hol van Sarah? Nem tudom, Emma! Azért igazán szemmel tarthattátok volna a nővéreteket, de mindegy. Sarah? Sarah, mi tartott alkonyattól késő estig, hogy behozd azt az egy embert, akivel összefutottál? Mégis mi a fene folyik itt, Sarah? Mondd, mi történt vele? Figyelj ide! Mi történt Cora nénivel? Figyelj, Marley! Kedves Marley, ha nem pofáznál folyamatosan közbe, akkor lehet, hogy Sarah el tudná mondani, hogy mit látott. Van kint valaki, aki megölte Cora nénit és üldözi ezt a nőt. Felfogod, mit jelent ez? Wow! Mennyire lehet csekély értelmű ez a Marley, hogy ezt így meg kellett kérdezni tőle, hogy érti-e, mit jelent a gyilkosság, mint fogalom. Bedeszkázzák magukat a pincébe, és ellátják a sérült hölgyet. Hogy van? Nincs jól. 3 hónap az orvosin, ehhez kevés. Orvos kell neki. Köszi, hogy lefordítod Marleynak, hogy mire lenne szükség, ezáltal bennünk nézőkben is tisztul az egyes karakterekről kialakított kép. Eljött a halál. Az öldöklés Halloween végéig tart. Ha ezt így tudod, akkor minek maradtál a szigeten? Fájdalmai vannak. Mondd el, mi történt Cora nénivel. Fogalmam sincs. Ne kezelj úgy, mint egy gyereket, mondd el! Nem tudom, mi történt vele, rendben? Jogom van tudni, Sarah. Fú, Marley, bazd meg! Ez tényleg sötét, mint a föld. Az előbb mondta, hogy nem tudja, mi történt vele. Most mi a szart kéne még mondani a Sarának? Hiányzik a szeme. Eltűnt, mintha valami kiválta volna a koponyájából. Na, például ez egy kielégítő válasz. Délután a kompnál Emma azt mondta, hogy Cora néniről álmodott.
Hogy valami történt vele. Honnan tudta ezt Sarah? Honnan? Ez csak véletlen. Hát ez egy rohadt nagy véletlen. Attól retteg, hogy körülötte mindenki meg fog halni. De én ezt nem hagyhatom. Na, Marley előlép a helyiség kalapácsának, és most megy szétverni Emma fejét. Tökre úgy ért véget ez a jelenet. Emma álmodik. Másnap reggel pedig... Találtam slagot. Akkor öntöz meg a kertet, ravasz. Na, ugrás. Sarah és Marley leszívják Cora néni kocsiját, és közben elbeszélgetnek. Hallgatni kellett volna rá. Mégis kire? Az ijesztő srácra a kompnál. Azt mondta a legutóbbi viharnál Halloweenkor. Itt majdnem mindenki meghalt. És ezt csak most mondod? Azt hittem, hogy csak egy bolond, oké? Okay. Lehet, hogy ő csinálja ezt az egészet. Talán, de nem akartalak ezzel is idegesíteni. Jó ég, miért ilyen ostobák ezek? Na stop, figyelj már! Ha ilyen info birtokába jutsz egy gyanús, jobbára kettősnak tűnő sráctól, hogy a félszigetet kiirtották az előző Halloweenkor, akkor miért nem avatott be a testvéreidet felkészítve ezzel őket egy potenciális veszélyforrásra? Miért ilyen iszonyatosan bénák ezek a csajok? Amúgy miben, hogy Emma megint el fog lődörögni valamerre, amíg ezek itt a kocsit cipolyozzák? Nem elég, hogy a szüleink meghaltak, most még minket is megölesz! Azt mondtam, hogy fejezd be! Ne érj hozzám! Miért csinál valaki ilyet egy emberrel? Majd kérdezd meg az illetőtől. A kocsi eltűnt. Azt hogy? Valaki eltolta a kocsijukat? Rendben, akkor gyalogolunk. Be kell vinnünk a nőt a kórházba! Majd ide küldünk valakit! Le kell lépnünk innen, amíg még tudunk! Ma is, Emma! A fájós lábával nem jut messzire! Akkor mit tegyünk? Várjunk itt, amíg az az elmebeteg felbukkan! Ó, tehát a Cora néni agyvelejével telespritzkolt autó lenne a B-terv. Csak előbb ki kéne bányászni onnan Cora nénit. Azért kicsit lemoshatnák azt a kocsit, ha már ilyen alaposak ezek a lányok. Ó, és Emma nem kószált el. Még ilyet? Nem kéne kint lenned, menj vissza a házba! De mindenki eltűnt, nem tudtam, hogy... Na, felépült a sebesült. Emma, te képes vagy bármire is egyedül? Sarah bénázik az autóval, Marley levágja a nő karját, kiszabadítva ezzel Emmát, és már indulhatunk is tovább. Oké, szerintem ez a lény rohadtul fura. Ne! Nézzünk egy sort, majd értékeljük a helyzetet. Szólnom kellett volna. Mégis miről? Láttam. Hé, mi is láttuk, csak próbálj ne gondolni rá. Láttam, az álmomban. Szólnom kellett volna. Az a nő miattam halt meg. Miért van egy olyan érzésem, hogy ezek hárman nemhogy nem bíznak egymásban, de nem is ismerik egymást? Annak, ami történik, semmi köze hozzád. Hogy miért nem az utat nézik ilyenkor, fú, de egy klisés szar idáig ez a film. Mi volt ez? Amúgy tényleg miért álltak meg? Maradjatok a kocsiban! Nem az ütközéstől halt meg. Gagyi jumpscare után jöhet egy kis ötletelés. Segítség kell! Az emberek nem segítenek! Menjünk a kom kikötőbe, talán van ott másik hajó. Biztos van rádiójuk, nem? Kérlek, Sarah, csak most az egyszer hallgass rám. Most azonnal mennünk kell. Rendben. Ja, jó, nem is rossz ötlet elhagyni a szigetet. Emma? Emma? Hát azt nem hiszem el, komolyan mondom. Ezt az Emmát lője már le valaki, vagy kössétek már pórázra, hogy ne kódorogjon el. Különben is a faszért nem használjátok a gyerekzárat a hátsó üléseken, ha tudjátok, hogy Emma hajlamos elmászkálni. Azt hiszi, mindenki meghal körülötte. Ezt mikor írta fel a gyerek? Amúgy Emma mire alapozva gondolja ezt?
Maradjatok távol tőlem. Remélem azzal is tisztában van, hogy azzal, hogy a nővérei őt keresik, komolyan megnöveli annak az esélyét, hogy kinyírják azokat. Emma! Emma! Te, én még egyszer meghallom azt a szót, hogy Emma, kinémítom az illetőt. Emma! Ez nem a te hibád! Egy hangot se többet. Ó, és itt a kettős faszi a kompról. Halottak. Mint halott. A pontos diagnózis után felmerül bennem a kérdés, hogy Cora néni miért vélte babonának a halloweeni eseményeket, amikor egy évvel korábban a sziget felét lemészárolta valami, és a helyiek szemmel láthatóan tisztában voltak a közelgő események természetével. Talán várniuk kellene. Nem mindenki olyan babonás, mint magad, Donald. Nem érezzük egy kicsit baromságnak ezt a filmet? Emma! És miután megtaláltuk Emmát, mehetünk megkeresni Sarah-t. Emma, ha te vagy az, elő kell jönnöd, oké? Tűnjön! Tűnjön! Ez a fakukac tehát kinyírja a boltos bácsit, majd... Hát Marley nem nagyon esett pánikba, de a puskás faszi legalább jókor volt jó helyen. Ó, és ott van Emma is. Az baj, hogy én azért drukkolok, hogy Emmát utolérje a Chuck-Cunningham-szindróma. Sarah-nak befogták a pofáját, majd... Nem lehetek itt, meg kell keresnem a hangomat. Sajnálom, de ezt nem hagyhatom. Sajnálom. Csak fogd be a szád! Azaz izé már majdnem elment, amíg ti meg nem jelentetek. Majdnem meghaltunk miattatok. Ja, hogy ez egy ilyen Survivor kommuna, és megköszönhetjük a három tesónak, amiért visszahozták a fenyegetést erre a városra. Hát ideig nem túl szimpatikusak ezek a lányok. Műveltek veled? Folyton kiabált, még meghallotta volna. Hol van Emma? Megtaláltad? Kérlek, a húgunk még odakint van. Befognád végre a pofádat, Sarah? Véletlenül menekültünk meg. Amikor mindenki elfutott, a hűtőbe bújtunk. Hallottuk őket. De tudtuk, ha kinyitjuk az ajtót, mi is meghalunk velük együtt. Na, végre egy belülről is nyitható hűtő. Mégis mi ez a valami odakint? Kérdezd meg Mr. Internet szenzációt. Úgy tűnik, ő mindenre tudja a választ. Már a kompnál is tudtad ezt, és mégsem szóltál! Nem szólt? Tényleg? Mit is mondott a kompnál? Én a helyetekben nem mennék a szigetre, amíg tart a vihar. A legutóbbi viharnál Halloweenkor az emberek fele meghalt. Mit kellett volna még mondania ahhoz, hogy komolyan vedd? Amikor láttalak itt titeket, mindent el akartam mondani, de túl gyorsan elhúztatok. Azt mondtad, hogy néhányan meghaltak itt a legutóbbi viharban, de arról az ízéről kint egy szót sem szóltál. Az emberek fele neked csak néhány ember? Istenem, hát ezek a lányok nem lennének jó bezzek példák a kvóta rendszerhez. Jól van. Fiú, van egy websorozatom. Kísértet járt a helyeken töltök éjszakákat, de soha egyikről sem derült ki, hogy az. Azért hordok fegyvert, mert nem tudni, mibe futok bele. Néhány hete egy bárban jártam. Találkoztam egy részeg vén emberrel. Egy szigetről kezdett mesélni, ahol régen lakott. 1915-ben Halloweenkor nagy vihar volt. És az emberek fele meghalt. Nyugtass meg, Mr. Internet, hogy nem ez volt az a titokzatos indok, amiért ide toltad azt az Edward Cullen imitátor pofádat. Na de halljuk akkor, hogy mi is történik itt. A helyiek szerint a vihar volt. Az öreg szerint... A vihar hozott magával valamit. Halloween előestéjén, a vihar előtt, a városlakók 6 lányt égettek meg mágián. Boszorkányságért. A történet szerint, mielőtt a lányok halálra égtek, vihart idéztek elő. Mindnyájukba villám csapott, és a viharba vitte a lelküket, hogy valami sokkal gonoszabbként térjenek vissza. A boszorkányok visszatérnek a haláluk évfordulóján. Minden 100 évben.
Minden 100 évben? Na stop! Ha 1915-ben égették meg a boszorkányokat, és tavaly már volt egy nagy mészárlás, akkor nem kéne újabb 100 évig nyugton maradnia ennek a fakukacnak? Meg miből következtették ki ezt a 100 évet? Amikor, ha csak a matekot veszem alapul, akkor csak egyszer 100 év telt el idáig, vagyis még nem jöhettek rá erre a rendszerre. Főleg úgy, hogy ezek szerint két egymás követő évben is jelen van ez a szörny. Valami rohadtul nem stimmel ennek a filmnek a sztoriával. Az öldöklés Halloween végéig tart. Ma van Halloween. És ezért nem megyünk ki reggelig. Itt éjszakázunk. Mondtam, hogy a hugunk odakint van, és mi megkeressük őt. Miből gondolod, hogy csak te veszítettél el valakit? Ha meg akarsz állítani, le kell lőni! Nem játszadozom, kislány! Na végre valaki, akinek szimmetrikusak a tökei, és kusra inti ezt a Marley Sarah párost. Szerintem nem öl meg mindenkit. Szerintem elviszi őket valahová. Láttam a vonszolás nyomokat, de nem voltak hullák, és egy irányba vitte őket. Lehet, hogy vannak túlélők. Jill meghalt, oké? Akkor hol a teste, ha? Ne! Miért nem volt itt a többivel? Ki az a Jill? Te is tudod, hogy ha kinyitottam volna a hűtő ajtaját, mind halottak lennénk. Te is keresel valakit, kutathatunk együtt. Te biztos jó vagy nyomkövetésben, nem? Ez volt az első útunk. Azért jöttünk ide, mert itt lehet vadászni. A szarvas köztudottan nem félős. Könnyű zsákmány is. Le akartam nyűgözni a barátnőmet. Azzal, hogy megölsz egy állatot? Miféle barátnőd volt neked? Na ugrás! Valaki üvöltözik az utcán, amire felfigyel a tanyasi Survivor stábja. Nem akarok meghalni! Akkor kussolj! Valami nem stimmel. Nem hagyhatjuk meghalni! Úristen! Ki segítség! Csarinak használja! Segítség! Akkor mit tegyünk? Semmit! Nem nézhetjük végtelenül! Mi a fenét képzeltél? Elejtettem, sajnálom. Na várjunk, azt meghallhatta a lény, hogy ez a pali elejtette a telóját, de azt, hogy itt pofáznak, azt nem. Már... Felőlem kint maradhattok és pofázhattok, de amint a hűtő ajtaja bezárul, nincs belépés. Lehet, hogy még Jill is él. Szóval kitart velem. Nicole, mi a fenét csinálsz? Ne halljon meg több ember a tétlenségem miatt. Sok sikert. Na szóval a két faszinak ment a tiltás, majd... Csak három lőszerem van. Hát ezt előbb is mondhattad volna. A rendőrös egy sarokra van. Kellenek a fegyverek. Én elcsalom. Ez kelleni fog. Marley, mi a fenét csinálsz, Marley? A horror klisékhez híven szétválnak, köszönhetően ennek a barom Marleynak, a szöszifaszi elejti az egyik puskatöltényt, de igazából leszarja azt, és a szörnyök parázslik alattuk. Én utánuk megyek, és... Ó, hát akkor a hűtő mégse volt olyan jó ötlet. Habár nem értem eddig, miért nem talált ide a szörny, és... Ezek hogy akartak kijutni a hűtőből? Hát akkor ezeknek... Várjuk meg, hogy mire készül a hugod. Amibe beavathatta volna a csapatot, de mindegy. Szóval felrobbantunk egy autót, szerzünk egy puskát. Na hát erről van szó, öregem. Figyeld a nézőket, figyeld a szemüket, mind csak úgy ragyog. Ők ezt zabálják, a vérontást, meg az akciót, nem ezt a lassú, pofázós, elmérkedős garit. Rajta, fedeznek! Majd irány tovább a rendőrőrsre, ahol felfegyverkeznénk, de a helyiség ki van ürítve. Hallhatott minket? Gyere, menjünk! És ezt nem vette észre ez a nóném asszonyság? Na, csak van itt fegyver. Amúgy Marley hol a francba bénázik ennyit? Szerinted ezek megállítják majd? Nos, egyszer már lelassították. Az is valami. Azt mondtad, hogy a nyomok egy irányba vezettek. Pontosan merre? Ezeket láttuk idefelé jövet. Mind a szigetnek ebbe a felébe vezet. Mi van itt? Az egy elég nagy terület, egy nap alatt óhajtod átkutatni? Van egy régi erőmű, nem messze onnan.
Évek óta zárva van. Itt. A lény tehát a falon át is veszélyes, de a lányok olyan pazarul lőnek, hogy egy kuló sem egy mellé. Lőd le! Nyitom az ajtót! Ingyom-bingyomkámat elmarta a szörny, érkezik Marley, és így le tudnak lépni Sarah-val. Szállj be! Te hol voltál eddig? Hallottam Emmát, és meg akartam keresni. Akkor most csólót hagytátok őt. Na szóval elindulunk a térképen megjelölt hely irányába, ami egy régi erőmű, ha minden igaz, és ahova a szörny viszi az áldozatait. Meg ne kérdezzétek, hogy a szörny miért csinálja mindezt, de a lényeg, hogy már bent vagyunk az erdőben. Van itt egy ösvény. Biztos erre vonszolta őket. Na várjunk már, az erőműhöz nem vezet autóút. Na ugrás. Marley szem elől téveszti Sarah-t. Istenem. Én már nem is mondok semmit, de ez hihetetlen, ennyi béna p***t összehordani egy forgatókönyvben már komolyan mondom tehetségre val. Szóval köszönjük meg az író rendező Sheldon Wilsonnak. Sarah? Mi? Sarah? Marley? Sarah, te hova a francba tűntél el? Mindegy, már csak 20 perc van hátra, addig kihúzom pár tüskével. Biztos itt égették el őket. És 100 évvel ezelőttről még mindig itt vannak a mágiák? Marley! Na, akkor csak megtaláltuk az elcibált áldozatokat, és... Itt vannak, Marley! Itt vannak! Vissza fog jönni. Belőlünk táplálkozik. Emma! Emma, mondj valamit! Emma! Sarah, kussoljál már el! Ettől az emmázástól hülyét kapok. Szóval... Emma! Semben kell maradnia, még meghallja. Itt van! Megtaláljuk Emmát, ez a nő valamiért nem futott el, és ezért halállal lakolt. Majd érkezik a szörny, és... Vigyázz rá! Sarah! Sarah, ne! Ne! Nem kapod meg őt! Te rohadt szemét! Sarah! Köszönjük, Sarah! Amíg megy a közjáték, addig hadd mondjam el, hogy ilyen pocsékul megírt karakterek nem igaz, hogy nem szúrnak szemet a színészgárdának vagy a rendezőnek. Itt konkrétan senkiért nem lehet drukkolni. Most őszintén, drukkolnunk kéne Emmának? De miért? Azért, mert fiatal és lányból van? Vagy Sarah-nak és Marley-nak? Egyik nagyobb idióta, mint a másik. Na szóval találnak egy csapóajtót az erdőben, pfff. Sarah is csatlakozik a játékhoz, leverik a lakatot és elbújnak a járatban. Megvan! Csak meg kell várnunk itt a reggelt, és az egésznek vége. Na szóval meg kéne várni a reggelt, de az nem lesz olyan egyszerű. Menekülés közben a lény van oly kedves, és hagy időt a lányoknak, hogy elmenekülhessenek, akik sikeresen elbújnak az egyik legnyitottabb helyen. Körülöttem mindenki meghal. Emma, nem csak körülötted haltak meg emberek, szóval elég az egoista jellemedből. Szeretlek titeket. Mi? Mi van? Ó, baszd meg! Az baj, hogy nem érzem át Sarah mártír halálának a súlyát. Itt vagyok! Ó, Emma, hogy te is baszodnál meg, komolyan mondom. Marley, te meg verd már be a pofáját. Na jó, gyerekek, én most csokaltam be ettől a szartól, úgyhogy átvettem a szót. Sarah becsalogatja a lényt a kazánba, vagy nem tudom mi akar ez lenni, és magukra zárja az ajtót, holott simán ki is tudott volna szökni. Emma bicegésével lesprinteli Marley-t, és megy, hogy kimentse Sarah-t, akiről nem tudom honnan gondolta, hogy ide bújt, de azzal, hogy kinyitotta az ajtót, fölöslegessé tette nővére áldozatát. Marley pedig nemhogy visszazárná a dögöt, de rendesen kiengedi azt, így meg aztán végképp fölöslegessé vált Sarah halála. Marley magára vonja a szörny figyelmét, aki üldözni kezdi a lányt, majd Marley beleállít egy fénypóznát, amibe belecsap a villám, és a szörny kimúlik.
Ez a kretén Emma megúszta ezt az egész hatacárét, majd elmegy segítségért, mivel Marley is haldoklik. Segítséget kell hoznod! Hozok segítséget! A lény még utoljára megjelenik, de mivel elfelejtette, hogy csak reggeli kéne kísértenie, így alaposan az enyészetté lesz a reggeli napfelkeltében. Marley pedig nem tudom mit szimulált, amikor simán fel tud kelni és odébb tud csaszogni Taigetos pozitív húgával együtt. Na akkor jöhet az ítélet. Szerintem semmi szükség nincs arra, hogy külön kiemeljem a film hülyeségeit, de hát mégiscsak úgy lenne az igazi, nem de? Korra néni miért hitetlenkedett a boszorkányok démonában, amikor egy évvel korábban a sziget felét leírtotta az? A többi falusi is, ha tudtak az átokról, akkor miért nem húztak el a városból Halloween éjszakájára? Miből gondolták, hogy 100 évente támad ez a lény, amikor ez a rendszer még nem alakulhatott ki, a boszorkányok meg nyilván nem mondták el senkinek, valamint ha tényleg 100 évente támad, akkor nem hülyeség, hogy két egymást követő évben is lecsapott? Emma látnoki képességeinek mi volt az értelme? Csak mert a film semmit nem kezdett vele. Sarah áldozatának se volt semmi értelme. Ez a lény is még akár működhetett is volna, de Sheldon Wilson olyan rohadtul nem ért a horrorhoz, hogy ügyesen kiherélte még ezt a jobbára frankó kreatúrát is. A film szövegkönyve kimerült az emmázásban és a nézésben, szóval teljesen világos, hogy ez a film se az Oscar gála vörös szőnyegére készült, de csak jobb érzés volt így együtt végigfröcsögni ezt a példanélküli mélypontot. És akkor, ha már úgyis végeztünk az Átok-szigettel, akkor folytassuk is az estét a rövidfilm ajánlónkkal, ami nem más, mint a 2004-es The Ten Steps, ami magyarra lefordítva 10 lépést, illetve esetünkben 10 lépcsőfokot jelent. Ez az egyszerű, nagyjából 10 perces rövid horror meglepően kreatívan van felépítve. Ugyanis a filmben nem kapott helyet semmilyen szörny vagy lény, egészen egyszerűen ötletes a horror faktora. A sztori röviden annyi, hogy egy család új otthonába költözik, ám mivel a költözés oka az apuka munkájából adódik, így ő és felesége, vagyis az anyuka épp a leendő főnökkel töltik az estét egy vacsora keretén belül. Odahaza a két gyerek próbálja elütni az időt, de egyszer csak kimegy az áram, így a kislánynak kell visszakapcsolni a biztosítékot, ami a pincében van 10 lépcsőfoknyira a ház alatt. Ehhez édesapja telefonos segítségét kéri, mivel a kislány korábban látott valamit a pincében, és fél egyedül lemenni oda. Rém egyszerű forgatási alap, de egyúttal egy kiváló zsigeri félelmet láthatunk megelevenedni a történeten keresztül. A filmnek igazából a csattanója az, ami nekem nagyon tetszett, és amit igazán ötletesnek találtam. Minden más igazából olyasmi, ami bármelyik commerce horrorba beleillene, de ezt a filmet tényleg a vége emeli fel a jobb kísérleti horrorok közé. A film elérhető YouTube-on, igaz csak angolul, de amúgy szívből ajánlom mindenkinek. Ennyi volt mára, szóval köszönöm a figyelmet, további szép napot és kellemes estét kívánok mindenkinek, és hát természetesen, ha tetszett a videó, akkor megköszönjük a lájkot, oszd meg a barátaiddal is, vagy akár nézd újra velük egy összejövetel alkalmával, iratkozz fel és nyomd meg a csengő gombot, hogy mindig értesülj a legújabb tartalmakról. Ha pedig támogatni szeretnél minket, úgy várunk szeretettel a Patreonon. Link a leírásban. A jelenlegi Patreon támogatóknak pedig most is, mint mindig, végtelenül hálásak vagyunk. Külön köszönöm Videodrom Gábornak, hogy támogatta a mai anyag elkészülését. Na pacsi, sziasztok! 6